mindenképpen. Lépjünk szintet a kozmetikához képest. Mi a helyzet a szépészeti beavatkozásokkal férfiaknál? Nekem volt. Mi? Nekem volt. Nekem 30 körül voltam, akkor még aktívot vezettem, ez 2002 és 2008 között volt, és elkezdett elő, ki hullott a hajam. És akkor egyszer most tök mindenki mondta nekem, hogy figyelj Pistikém, lassan nézhetsz új munka után. Kb. Ez volt a... Azt a mindenki. És hiába volt a legnézettebb műsor. Ezt a TV2-n belül mondhatjuk, hogy most tök mindegy. Igen, TV2-n belül, és ez hiába volt, estékét 2 millió ember köszöntél be, tök mindegy volt. És akkor nyilván én ezen azért eléggé elkeseredtem. Tegyél valamit? Sapka. És akkor elmentem ilyen hajátültetésre, tehát most így látnátok, tehát nekem ahhoz képest, nyilván, és akkor hátul raktak ide saját. De tök jó, mert ezt ettől függően kirúgtak, de hogy most... Ez volt a dumbar, megcsináltatja a haját, ugyanúgy lapát. De igen, tehát ez, és egyébként az, aki azt mondja, hogy nem zavarja, tehát most itt szerencsés helyzetben vagyok, tehát nekem nem az volt, hogy egy kicsit, és akkor férfias, mert most, de amikor már a seggedig ér a homlokod, az nem néz ki jó. Hát most itt mondhatjuk, hogy de nem. Ebben van valami, mondjuk ezt nem tudom, hogy átérezni, nekem nem múlik, hanem. Na, ezért mondom, tehát hogyha elkezdene hullani, akkor biztos megijednék, persze, hogy zavar.